hölgyeim és uraim, fogadják nagy szeretettel Fekete Nándor művész urat, aki nemzetközileg is elismert orgonaművész, és Európa a legmodernebb orgonáján fog ünnepi hangversenyt adni részünkre. Szeretettel köszöntöm én is tisztelt közönséget adventi hangversenyemen. Antonio Vivaldi 4 évszakából a tél második tételével nyitnám meg az estet. A tél második tételének a programja a szerző szavai szerint a következő. Nyugodt és boldog napokat töltünk a tűz mellett, miközben odakint mások esőben áznak. A nyugalmat, az ablakon kitekintő merengő embert, az elégikus szólódallam varázsolja elénk, az esőcseppek kopogását pedig a kíséretben lévő rövid pattogó hangok érzékeltetik majd. Kellemes kikapcsolódást kívánok Önöknek és mobiltelefonjaiknak egyaránt. Antonio Vivaldi 3 változatot komponált a Gloria in Excelsis Deo, vagyis Dicsőség a magasságban Istennek című egyházi szövegre, mely szavak a 4. századtól képezik a mise részét. Az első 2 alkotás teljes egészében fennmaradt, a harmadiknak feltehetően örökre nyoma veszett, csak egy katalógusból tudunk arról, hogy valaha létezett. A 2 meglévő remek mű valószínűleg egy időben keletkezett 1715-ben Vivaldi pietái szolgálata alatt. A szerző élete folyamán ritkán adták elő őket, de miután Alfredo Caselia, olasz zeneszerző, az 1939-es Siena-i Vivaldi Fesztiválon végig vezényelte a második, vagyis az 589-es jegyzékszámú Glóriát, azóta a kiemelkedő népszerűség övezi mindmáig ezt a 12 tételes kompozíciót, melynek nyitótétele következik.
Haeckelbel a német barokkzene korának a 17. század második felének egyik legjelentősebb organistája, zeneszerzője, akik Johann Sebastian Bach legfontosabb előfutárai közé sorolnak. Nem véletlenül, ugyanis, amikor a még csak 10 éves Johann Sebastian Bach szülei elhunytak, legkisebb fiúként legidősebb bátyjához költözött, akit ekkor Pachelbel oktatott. Christoph azonban féltékenységből megtiltotta öccsének, hogy tanára eredeti kéziratait tanulmányozza, ezért kénytelen volt azokat minden este ellopni, hogy a holdfényénél lemásolhassa magának. Nos, így hatottak Pachelbel kompozíció Johann Sebastian Bach zenére is. A leghíresebb műve a D-dur kánon, amelyet még 5 évvel Johann Sebastian Bach születés előtt komponált 1680-ban. A szerző szerint orgonán szólal meg igazán mesésem. A kánon tartalmaz egy speciális szekvenciát, amely 2 ütemenként ismétlődik, alapja folyamatosan jelen van a lábjátékban, amely felett variációk sora bontakozik ki az alkotás folyamán. Thank you.
Sebastian Bach 147. kantátája egy vallásos témájú rövidebb oratórikus mű. Eredetileg 6 tételből állt, amelyeket utolsó weimari évében 1716-ban komponált advent 4. vasárnapjára. Majd rá 7 évvel, 1723-ban a Lipcsei Tamás templom karnagyaként egy ünnepi alkalomra 2 részesre és 10 tételesre bővítette alkotását, melynek korál finália következik. Sebastian Bach D-dur szvítjének az R-tételét konferálnám fel a saját átiratomban. Johann Sebastian Bach zenekari szvítjei a kőteni vagy a lipcsei évek termése, Kötenben a Herceg zenekarát, Lipcsében az egyetem együttesét vezette, és ő maga gondoskodott ezeknek az együtteseknek a műsor darabjairól is. Mint e korban általában, ezeknek a daraboknak a jellege középúton áll a zenekari és a kamarazenekari muzsika között. Az R a harmadik számmal jelzett D-dur szvít második tétele, a kimérten lépős, ereszkedő basszus motívum fölött bontakozik ki a világhírű dallam, a kor egyik legszebb hangszerírott éve. Thank you.
Georg Friedrich Händel Messiás című oratóriuma a műfaj egyik leggrandiózusabb alkotása, a szerző főműve. 1742-ben mutatták be Dublinban egy árvaház javára, és Händel élete folyamán kizárólag jótékonysági célral adták elő. A kompozíció megszületése elsősorban annak köszönhető, hogy Händel operái sorra megbuktak, mert az akkori Angliában inkább a vallásos témájú és színházi kellékek nélküli előadásokra volt igény. 24 nap alatt írta meg 2,5 órás remek művét, igaz, kölcsönzött saját korábbi darabjaiból is részeket, melyből az egyik legismertebb tétel orgonátirata következik, a Halleluja kórus. Végezetül pedig
Johann Sebastian Bach és Charles Gounod különleges kettősét konferálnám fel. 1720-ban jelent meg Johann Sebastian Bach C-dur preludiumja önálló zongoradarabként, majd a rá 100 évre születő Charles Gounod, aki rajongásig volt Bach munkásságáért, amikor ezt a darabot játszogatta, mindig úgy érezte, hogy egy elrejtett szólam lakozik benne, amely kikívánkozik. Na, így lett társszerző Charles Gounod, és kíséret Bach önálló zongoradarabjából. A mű a ma ismert formájában 1859-ben látta meg a napvilágot, Gounod hozzávigyeztett szólóját pedig harangjátékon hallhatják. Gondoltam, hogy fejezzük be együtt ezt a karácsonyi koncertet. Az öt legismertebb karácsonyi ének kíséretét hoztam el ma este, melyet két-két verszakkal szeretnék eljátszani. Először bemutatnám orgonán a teljes verszakot, majd amikor az ismétlést játszom, arra biztatnék mindenkit, hogy bátran csatlakozzanak be egy verszakkal. Úgy gondolom, méltóbban véget sem érhetne egy adventi hangverseny. Ó, gyönyörű szép titokzatos éj, dicsőség mennyben az Istennek,
pásztorok örvendezve, mennyből az angyal, s végül a csendeség. Ezzel szeretném megköszönni még egyszer megtisztelő figyelmüket, remélem önök is jól érezték magukat. Áldott adventet és sikerekben és eseményekben boldog új esztendőt kívánok mindannyiójuknak. Thank you.
szót. Legyen még egy? Igen. Igen. Jó. Franz Schubert Ave Mariájának a zenei anyagával fejeznék be egy adventi hangversenyt akkor. Franz Schubert rövid életútja mindössze 31 évet tett ki, és viszonylag az utolsó szakaszában 1823-ban jelent meg első dalciklusa, és az 1825-ös évek gazdagsága és boldogsága igyekezett vele felettetni az előző évek dalsikereit. Felgyorsult a művek kiadása, a szegénység réme némileg csökkent nála, és ismét barátaihoz készült Felső Ausztriába, ahol mindig szívesen és lelkesen fogadták. És az oratartó út alatt komponálta Dalok Sir Walter Scott-tól című dalciklusát, és az utókor ebből emelte ki az egyik alkotás zenei anyagát, és cserélte ki az eredeti szövegét a közismert Mária himnuszra. Így született meg Franz Schubert Ave Mariája, amelyet valójában ő soha meg sem írt. Na, ezzel szeretném még egyszer megtisztelő figyelmüket megköszönni. Úgy érzem, örök is jól érzték magukat. Remélem még találkozunk. Viszontlátásra!